Szeretettel köszöntök mindenkit a Fekete István Szabad Egyetem e-havi előadásán, és megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Papp Lajos szívsebész professzor urat. Nagy megtiszteltetés, hogy elfogadta ő a meghívásunkat. Köszönjük szépen. Popé Gyula igazgató úr, tanár úr, a Fekete István Szabad Egyetem igazgatója hívta meg professzor urat. Úgyhogy mielőtt azonban rátérünk a rövid megnyitóra, illetve az előadásra, hadd mondjam el, hogy Papp Lajos vállalása, illetve egész életútja azt gondolom egy igazi civil kurázsi, hiszen mindig lehetett hallani a hangját, nem csak a szakmában, hanem különböző közéleti tevékenységek kapcsán is természetesen. Emlékszem, 2006. október 23-án például együtt tüntettünk a Gyurcsány rezsim ellen a Kossuth térről kiszorított tömeg részeként, szinte vált-válnak vetve néztünk farkas szemet a rohamrendőrökkel, és hát ő mellette tepertek le engem is a rohamrendőrök 2006. október 23-án, és hát a közéleti tevékenységét azóta is folytatja, hol könyvírással, hol előadással, de nagyon szépen köszönjük, hogy így a Fekete István Szabad Egyetemet is megtisztelte előadásával. És akkor átadom a szót Popé Gyula igazgató úrnak a megnyitóra. Kedves magyar testvéreim! Nagy öröm a számomra, hogy ismét itt állhatok önök előtt, önök pedig szembeülhetnek ezzel az asztallal, ahol az asztalfőn egy ilyen neves professzor nemzetben, hazában gondolkodó ember ül, és tartja meg majd az előadását bizonyára valamennyiünk örömére és lelki, szellemi épülésünkre. Engedjék meg, nem akarom húzni a szót, de hagyj mondjak néhány gondolatot, ami most jutott eszembe éppen. Ez az esztendő, a 2020-as év az emlékezés éve számunkra. Nekünk, magyaroknak mindig van, mire emlékeznünk. Emlékeznünk kell mindig hőseinkre és mártírjainkra. De közben úgy gondolom, talán mi vagyunk a legnagyobb mártírok, magyarok, Európa tiborca, amelyik 100 éve várja a jóvátételt, egy méltányos jóvátételt Európa részéről, azért a sebekért, amelyeket jogtalanul, alaptalanul és méltánytalanul osztottak ránk ki 100 évvel ezelőtt. De ahogy figyeljük az események folyását, nem hogy eltüntetőben lehetnének ezek a sebek, hanem szaporodnak, és nemzetünk ott tart most is, ahol 100 évvel ezelőtt, hogy nagyon sokan szívesen vennék a mai Európában. Sajnos sorainkban is vannak olyanok, akik a nemzetgyilkossági kísérletet szeretnék megismételni, amely akkor 100 évvel ezelőtt nem sikerült, vagy nem nagyon sikerült, nem úgy, ahogy elképzelték. Nekünk azonban, ahogyan sokszor elmondtam már, nem reménytelenségbe kell süllyednünk ezeket tapasztalván, és ismerve a folyamatokat, hanem pont fordítva, előtt kell mindebből meríteni, mert úgy gondolom, nem sok náció van Európában, amely mindezt kibírta volna. És azóta is mi minden történik velünk. Gondoljunk csak 44-45-re, 56-ra, aztán az azóta eltelt évekre, és még nincs vége a történelemnek, élnünk kell úgy, ahogy tudunk. Talán van itt olyan ember, aki valamikor Shakespeare-t is olvasott, akkor bizonyára emlékszik Antonius beszédére a római piacon, amikor kijelenti Antonius, hogy temetni jöttem Cézárt nem dicsérni. És közben mond egy olyan fantasztikus dicsérő beszédet, hogy föllázad a tömeg a római piacon. Én ezt kissé megfordítanám és azt mondanám, dicsérni jöttem népemet, nem temetni. Mert az a nép, amely mindezt kibírta, és továbbra is úgy látszik, hogy kibírja, valóban megérdemli, hogy dicsérjük, és ne temessük. Főleg akkor nem, ha szétnézünk széles a kis hazában, és látjuk, hogy bár vannak árulóink, de vannak olyan kiemelkedő személyiségeink, annyira népben, nemzetben, hazában gondolkodók, amelyek úgy gondolom, méltóak arra, hogy mondjam, ha kell, mártírjaivá váljanak
ennek a gondolatnak, a nemzetmentő gondolatnak. És Döbrentei Kornél barátommal sokszor elmondom én is, hogy legyek a honszeretet jobbágya rökhöz kötötten, mert számomra ez a föld anyaföld és nem haszonforrás. Köszönöm a figyelmüket, és engedjék meg, hogy átadjam a szót a professzor úrnak. Nem volt bekapcsolva, úgy nem szólt. Tisztelt professzor úr, tisztelt képviselő úr, tisztelt megjelentek. A dicsérő szavak, amelyek elhangzottak, igazán nem illetnek, mert ahogy az itt ülők, meg önök tettük a dolgunkat. Én ma egy kis történelmi anzisot fogok önöknek elmondani. A meghívón ugye az szerepel, hogy október 23-ára emlékezünk, és valóban azon a botrányos napon, amikor képviselő úrral együtt a Kossuth térről próbáltak bennünket elűzni, ott megmutatkozott valami abból a hatalomból. De én szeretnék ezen egy kicsit felülemelkedni, mert életemet, annak nagy részét a műtő asztal mellett töltöttem. Több ezer szívet tartottam a kezemben, és több ezer szívet operáltam. Azonban egyetlen egy embert nem gyógyítottam meg. Ha jól operáltam, akkor segítettem embertársamon. Ha rosszul operáltam, akkor bajt okoztam, sőt, halálos bajt is okozhattam. A mai estének a vezér gondolatát úgy lehetne megfogalmazni, hogy egy nemzet sincs megalázva azzal, ha legyőzték, vagy ha aláírt késsel a torkán egy végzetes békeszerződést. Becstelenné válik azonban, ha nem tiltakozik, ha a tönkretételhez maga is hozzájárulását adja. Nem a vesztés a bukás, hanem a lemondás, a felejtés. Én emlékeztetni jöttem el ma este, és egy picit távolabbról indulok, ugyanúgy, hogy professzor úr, nem az 56-os eseményekkel, majd az 50-es évfordulón elkövetett gyalázatra hivatkozott, hanem Trianonra. Pontosan 100 évvel a diktátum aláírása időpontjában 3 órakor Verőcén egy trianoni emlékbeszédet mondtam. Ezt olvaslám föl elsőként. Magyarok! Magyarországot 100 évvel ezelőtt keresztre feszítették Franciaországban, Trianonba verték be a vasszegeket testünkbe. Testünkbe, nem végtagjainkban. Mert keresztre feszítés előtt megcsonkolták országunkat. Kínhalálra ítéltek bennünket, mint oly sokszor írott történelmünk során. Sokszor próbálták kiirtani a magyarokat, de ilyen előre eltervezett és galád módon végrehajtott pusztítást soha nem végeztek korábban. 906-ban az Árpád hazatérését követő 11. évben Európa, mai nevén az Európai Unió meghirdette a leszámolást. Ungrosz eliminandos esse. A magyarokat el kell pusztítani. 907-ben, 1113 éve Európa Egyesített Serege mintegy 120 ezer fővel
a kor legfejlettebb haditechnikáját felsorakoztatva az útult Magyarországra. Árpád csupán 3-4 tümen tudott mozgósítani, ez 30-40 ezer ember. A háromszoros túlerővel lévő ellenséget őseink Árpád vezetésével úgy megverték, elpusztítva hadvezéreket, nemes urakat, püspököket, egyházi vezetőket, hogy Lajos király is csak szerencsével menekülhetett el a pozsonyi csatából. Ezt követően 123 évig nem tudta átlépni idegen hadsereg a magyar gyepüket. Hős magyar vitézeink, különleges képességgel megáldott királyaink, hadvezéreink több, mint egy ezredében keresztül a Szent Korona országát, országait vérrel és verítékkel megtartották a Kárpát-medencében. Ez a nap, június 4-e nem örömünnep, nem az összetartozás ünnepe. Ez a nap nemzetünk legfájdalmasabb gyásznapja, és egyben a tartozás napja. Az anyaország hosszú időre cserben hagyta az elszakított részek magyarjait, megfeledkezett anyai kötelességéről. A tartozásunkat előbb le kell róni ahhoz, hogy újból összetartozhassunk. Megbocsátani keresztényi kötelesség. Megbocsátani csak annak lehet, aki bocsánatot kér. Az elmúlt 100 évben senki, egyetlen nemzet nem kért bocsánatot tőlünk. A bocsánatkérés után meg tudunk bocsátani, de megbékélni soha nem lehet, amíg a rablott területek és annak magyarjai vissza nem térnek a Szent Korona oltalma alá. 100 éve már sírunkra dobálták a földet, de a csonkolt torzó, a magyar nemzet ebből a gödörből is kimászott. Köszönhetően azoknak a szellemi, emberi nagyságoknak, akiknek mindenkoron a haza minden előtt volt. Ma is vannak, és a jövőben is lesznek nemzetmentő magyarok. Én és az itt lévő, itt lévők egyike sem mondhat le soha egyetlen rögről sem, amelyet őseink megszereztek és megtartottak. Nem kaptunk felhatalmazást rá, hogy lemondjunk róla, hogy eladjuk e szent földet. Ezen a napon emlékezünk. Itt, mármint Verőcén, az önök által bejárható stációk mutatják be azokat az ősöket és elődöket, akiknek köszönhetjük magyarságunk és a Kárpát-haza megmaradását. A magyar nemzet Phoenix madár módjára többször feltámadott. Világhatalmak megdőltek, tatár, osztrák, oszmán, német, szovjet birodalom. A globális pénz és ideológiai hatalom is végnapjait éli. Mi vagyunk. Magyarország létezik. Gróf Afonyi Albert trianoni védőbeszédében mondotta, önök most megásták Magyarország sírját, de Magyarország ott lesz a temetésén mindazon országoknak, amelyek most itt megásták Magyarország sírját. Trianoni keresztfánk rozsdás vasszögeit tartogatjuk a globális világhatalom koporsó szögeinek. Elég volt a megalázkodottálásból, elég volt a földre szegezett tekintetből. Magyarok, emeljétek fel fejeteket. Büszkén emlékezzetek az 1100 év küzdelmeire. A csonka országban és az elszakított részeken utolsó leletig őrizzetek minden rögöt. Székelyek, mint oly sokszor, vigyázzátok keleti határainkat. Nándorfehérvár ivadékai, hallgassátok a déli harangszót, amely a ti dicsőségeteket hirdeti. Emlékezzetek, ne feledjétek.
Munkácsiak, Zrínyi Ilona és Rákóczi Bárát vigyázzátok. Pozsonyban ne felejtsétek, hogy voltak idők, midőn az ország szíve nálatok dobogott. Királykoronázó ünnepek országgyűléseink emlékét, rezgéseit a ti városotok, a mi várunk valahogy őrzik. Mindig voltak és lesznek magyarok, akik munkájukat, szellemi és anyagi erejüket az ország javára fordítják, és készek életüket is feláldozni a hazáért. Ma nem élet áldozatra, hanem munka áldozatra van szükség. Ezen a napon Betlen Farkas tanyáján jöttünk össze emlékezni. Betlen Farkas öregapja volt a második bécsi döntés után Észak-Erdély kormánybiztosa. Példát mutatni és áldozatot hozni mindenkinek megadatott. Betlen Farkas ősei örökségét követve 14 stációt építetett 17 nemzet építő és nemzet őrző magyar ember történetével. A magyar kálvária gravírozott résztábláinak szövegeit Zana Diana írta és szerkesztette. Olvassátok el, és mondjátok el fiaitoknak, unokáitoknak, kik voltak e nagyszerű emberek, kik voltak vezetőink, kik voltak nemzetünk bástyái, világító tornyai. A Teremtő Istennek köszönöm, hogy éltem alkonyát ebben a gyönyörű völgyben, Betlen Farkas gróf szomszédságába tölthetem. Innét küldöm üzenetem minden magyaroknak fájdalmas kiáltással. Töretlen hitemet Sajó Sándor megfogalmazásában itt hagyom örökül. Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni csak magyar földön, és csak magyarul. Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni, jobb is, ha szárnyam már itt porba hull. De ezt a lelket itt hagyom örökbe, s ezt ott víjog majd Kárpát havasán, és belesírom minden ősi rögbe. El innen rablók, ez az én hazám. És leszek szégyen és gyalázat, és ott égek majd minden homlokon, és mint bújdosó gyász az én hazámat a jó Istentől visszazokogom. És megfúvom majd hitem harsonáit, hogy tesz még Isten gyönyörű csodát itt. Bölcsővé lesz még minden rabatal, Habas-Kárpáttól, Kéklő Adriáig egy ország lesz itt, egyetlen, s magyar. Ezek a szavak kiszakadnak az emberből, és az öregedő ember könnyen elérzékenyül. De ifjú koromban is, amikor ilyen dolgokról hallottam, elcsuklott a hangom. Elcsuklott a hangom, mert az én öregapám, akit soha nem láttam sírni, eltemette a feleségét, elvitték Rákosi börtönébe. Kitelepítettek bennünket az ősi fészekből, ahol 500 éve vérrel, verítékkel dolgoztak őseim. Nem sírt. De amikor arról beszélt, hogy a második bécsi döntés után Kolozsvárra a kapitánya mellett ketten maradtak már lobon, mert a többi ló tönkrement, amikor arról beszélt, hogy hogy fogadták Kolozsvárot őket, akkor mindig elcsuklott a hangja, és könnyezett. És nem értettük, tehát papa, olyan szeretettel fogadtak, akkor miért sírsz most? A válasz a következő volt. Ti ezt nem érthetitek, de remélem, hogy egyszer megértitek.
Úgyhogy értem öreg apám könnyeit. 56. 8-9 éves gyerek voltam. A kitelepítetteknek a szomorú sorsát éltük, mert amint apám, aki fiatalember volt 45-ben, amint megtudták, hogy milyen családból származik, akkor minden munkahelyről kirúgták, ezért pusztáról pusztára vándoroltunk, és 56 baranya mágocsal élt bennünket. Most nagyon-nagyon büszke lehetnék arra, hogy én öregapám ivadékaként mindent megtagadva büszke magyar voltam. Nem. Sem az én generációm, sőt apám se hitte azt, amit öregapám mindig mondott, hogy ennek vége lesz, és az oroszok kitakarodnak az országból. Ezért rettentő nagy örömmel vártam a 90-es változásokat. 1991-től én klinikai igazgató professzor voltam, és azt gondoltam, hogy valóban visszaáll a régi erkölcs, a tíz parancsolat és az emberi tisztesség jövőjét fogjuk építeni. Mindannyian tudják, még a fiatalok is, hogy nem ez történt. Hogy történhetett volna másképp, ez egész biztos, de nem történt. És az itt ülő fiatalokat kérem, nagyon kérem, hogy ne felejtsék a történelmünket. Utólag mindent meghamisítanak. A legutóbbi hamisítás az október 6-ával kapcsolatos 13 aradi vértanú. Mi úgy tanultuk, hogy ezek az emberek a magyar szabadságért haltak meg. Mit mondanak azok a körök, akik mindig megtagadták a hazájukat, hogy itt három ember volt magyar, a többi pedig internacionalista, és ugye letagadván azt, hogy a 13 aradiból ugye Kis János gyökerei másut voltak, de ő magyar ember volt, és magyarul beszélt. És Knézics, és az a szerb, aki megfenyegette a társait, hogyha nem hajtják végre az ő parancsait, akkor a szerbeket saját kezüleg fogja megölni. Nem internacionalista hősök voltak, hanem a magyar szabadságért életüket adó hősök. Amiről önök nem tudnak, mert ezt is eltagadják. Hányan tudják azt, hogy az aradi 13 az nem kezdete volt valaminek, hanem úgy a középmezőnyben öltek meg 13 tisztességes, a magyar szabadság harcért élő embert. A Habsburgok több mint 167 embert bizonyítottan akasztottak föl, egészen 1848. augusztusától, egészen a majdnem a kiegyezésig gyilkoltak. Ezek az emberek nem katonák voltak, csak egy részük, a nagyobb részük papok, lelkészek, mesteremberek, ugyanúgy, mint ahogy 1956-ban nem a magyar értelmiség, nem egyetemi tanárok, nem a nemzet vezetői keltek föl a rettenetes rezsim ellen, hanem meg fogják hallani,
mert erre a napra írott, hiszen ez volt a felkérés, emlékezzünk 56-ra, és majd pár szóval végezetül szólok az 50 éves évfordulóról és arról a gyalázatról, ami bennünket ért 2006. október 23-án. Tehát azért olvasom föl, mert minden szónak van jelentősége. A hosszú élettapasztalat mondatja azt, hogyha nincs leírva, akkor bizonyos emberek próbálnak a sorok közé olyat vegyíteni, amit az ember soha nem mondott. Szó szerint fogom felolvasni ezt a megemlékezést. Tehát a történészek, történelem kutatók azt tanítják, hogy a történelmi eseményeket csak bizonyos időtáblatból lehet helyesen megítélni. Azt gondolhatnánk, hogy 1956. októberétől 64 év, több mint két emberöltő távolságból tiszta és világos képet alkothatunk. Én azt tapasztalom, hogy az ellenkezője történik. Ami korábban fehér volt, azt mára piszkos szürkére mosták, ami fekete volt, azt rózsaszínűre festették. Akik 40 éven keresztül azt mondták, hogy 56. októbere ellenforradalom volt, azok ma, vagy azok fiai ott állnak az 56-os áldozatok sírjánál, és koszorúznak. Egy részük, a hivatalosok, a megmondó emberek pedig gyalázzák ma is a Tóth Ilonkákat, Mansfeld Pétereket és Pongrácz Gergelyeket, ahogy tették 40 éven keresztül. Munka megosztásban ájtatoskodnak és gyalászkodnak. Mansfeld Pétert és a pesti srácokat terrorista huligánoknak mondják, összemosva a szép új világ gyalázatos gyilkosaival őket, hogy gyermekeinkkel el tudják fogadtatni, hogy gyilkos és meggyilkolt egyaránt áldozat volt. Nem. A pesti srácok nem terroristák voltak, hanem a világ legtisztább forradalmának hősei. Ők nem öltek ártatlan gyermekeket és asszonyokat. Nem robbantottak a buszokat, vonatokat, iskolákat. Nem szedtek túlszokat magas váltságdíjat követelve. Ők egy idegen világbirodalmi hadsereg tankjaival, gépfegyvereivel szálltak szembe, kezükben egy üveg benzinnel, egy szál puskával. Esélyük nem volt a győzelemre. Papjaik és tanáraik nem ígértek paradicsomot a túlvilágon, mint Mohamed próféta követőinek. Ők nem vallásos fanatikusok voltak. Ők a szabadságért, a hazáért áldozták életüket. Több mint 2500-an haltak meg, és több mint 20 000-en megsebesültek. Az életben maradottak közül 453-at halálos ítélet kimondása után kivégeztek. Százak és ezrek, száz és ezer család élt éveken át az akasztófa árnyékában, rettegve a holnaptól. Több, mint 200 000 férfi és nő nemzetünk derékhadából kényszerült elhagyni hazáját. Mondjátok el fiaitoknak és unokáitoknak, megbocsájtani krisztusi parancs, de felejteni a történelem megtagadása, a nemzet halála. Az áldozatoknak, a hősöknek a nemzet tisztelete jár, a gyilkosoknak és bűnösöknek csak megbocsátás. A fehér legyen fehér, a fekete legyen fekete. Kik voltak 56 hősei? Nagy Imre vagy a pesti srácok? Nagy Imre nem volt forradalmár. Nagy Imre bizonytalan múltú
moszkovita bolsevik volt, aki Rákosi minisztereként idegen ország, emberidegen eszre szolgálatában lesöpörte a magyar parasztok padlását. Nagy Imre nem volt forradalmár, nem volt tiszta múltú magyar ember, de magyar miniszterelnök volt. Remélem, hogy... Abban a pillanatban, amikor nem mások döntését kellett végrehajtani, hanem egy személybe, önmagába kellett dönteni, nem tagadta meg hazáját, nem tagadta meg népét. Szembeszállt Janicsár nevelőivel. Nem tudjuk, hogy pár nap alatt milyen szenvedések közepette járta be a Szaulusi-Paulusi utat. Benne nem a magyar forradalmár, hanem a felelős magyar miniszterelnököt kell tisztelnünk. Váteszi képességének tulajdonítják koncepciós perének az utolsó szójogán elmondatokat, pedig csak jól ismerte társait, akikkel együtt járt Janicsár iskolába. Tudom, mondotta Nagy Imre, lesz majd még egy Nagy Imre per, amelyben rehabilitálnak. Csak attól félek, hogy azok mondják a gyászbeszédet, akik elárultak. Bevégeztetett. 1956. október 23. Sorsdöntő dátum a magyar történelemben, és fényes, tiszta emlék az emberiség újkori történelmében. Két emberölnyi távolságra az emberiség legtisztább forradalmától. Ismét fel kell tennünk a kérdést. Kik voltak 56 hősei? Nem politikusok, tudósok, papok, hanem tiszta szívű gyermekek és gyermeki tisztaságú fiatal felnőttek, munkások, parasztok és a szellem napszámosai, akiket nem kötött békjóba vagyon, karrier vagy félelem. Egyetlen saját vagyonuk volt, fiatal életük. Ők még érezték és tudták, mit jelent a legszentebb közös vagyon, a haza, a szülőföld, a falu, a város. A Korvin köz, a zászló és a szabadság. Ez a bódító, mámorító érzés, amelyet nem tudott kioltani 500 éve egyetlen idegen hatalom magyar emberek szívéből. Sem török, sem osztrák, német, sem orosz-szovjet idegen hatalom, idegen nép. Nem tudta elfelejtetni magyarságunkat, nem tudta kioltani szabadságvágyunkat. De nagyobb veszedelem leselkedik ránk, nemzetünkre, az évezred küszöbén, mint talán bármikor. Nagyobb, mint Mohács, nagyobb, mint Trianon. Arctalan ellenség, bibliai fenyegetés oltja ki a szabadság vágyunkat, nemzettudatunkat. A pénz, a mammon. A nagy fenyegetés közepette kell visszatalálnunk arra az útra, amelyet 56 tiszta szívű forradalmárai megmutattak nekünk. Világos mondatokra, fényes példaképekre van szükségünk. Irányt mutató csillagokra van szükségünk. 1956 október hőseire kell vigyázó szemeinket szegezni. Róluk kell példát venni, fiaink, lányaink szemét felnyitni. Mondjátok el gyermekeiteknek, unokáitoknak. A kommunizmus vörös ördöge után a liberalizmus kék szivárvány színű gyilkosai fenekednek Kárpát-medencére. Ismét ácsolják nekünk a keresztet. Innét üzenjük a világnak. Többször megfeszítettek bennünket, többször feltámadtunk. A legújabb kori pünkösdi időket éljük. A Szent Szellem kegyelme most árad. A Föld vajúdik, Kárpát-medence szüli a jövőt.
keresztény szellemű Európa megsünt. Nincs mit védeni. Ősi szellemi hagyatékunkat, annak fundamentumára kell építenünk az eredendő krisztusi szeretett vallást. A sötét világban, a vak sötét Európában lángot kell gyújtani, fényt kell sugároznunk, szeretet forrásá kell lennünk, fény toronnyá kell magasodnunk. A gonoszt csak a Teremtő segítségével, földre küldött fiának, Jézus Krisztusnak, új szövetségi parancsának be és megtartásával győzhetjük le, amely így szól János evangéliuma szerint. Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket, úgy szeressétek egymást. Boldog asszony anyánk, égi szent patrólánk, hozzád fordulunk nagy ínségünkben. Kérünk, segíts meg bennünket, palástoddal védjed nemzetünket, Kárpát, hazánkat. Esdeklünk, hogy szent fiad által ismételten nyerjük el az öreg Isten jó indulatát, védelmét. Ámen. Tudják-e az itt ülő fiatalok, hogy a szivárvány színei a legszentebb ősi szakrális szimbólumunk volt? Ezeknek a gazembereknek a legfőbb vágya az, hogy eltakarítsák, a múltat végképp eltörölni, ha nem megy, akkor beszennyezzék mindazt, ami nekünk szent volt és szent marad. Nagy hiányosság van a teremnek, képviselő úr. Nem, bocsánat, én vagyok vak. Haha. Ott van. Az órának ott kellene. Ugye van egy régi magyar mondás, hogy szól ez? Aki egy óránál tovább beszél, az egyéb aljasságokra is képes. Én szigorúan tartani fogom az egy órát, de orvosként, ha én a beteggel közlöm a halálos betegséget, és nem mondom meg, hogy ebből a halálos betegségből hogyan gyógyulhat meg, akkor én rosszabbat teszek, mintha nem szóltam volna a betegségről. Azt a kérdést kell föltenni, hogy van-e ebben a világban, ebben a korban kiút ebből az összezavarodott, összekevert, szerencsétlen világból? Csak az ember képes entrópiára, ugye az entrópia rendetlenség. A természetben isteni rend uralkodik. Ha valaki fölrúgja a rendet, elpusztul. Az ember képességei okán ideig, óráig javítgat, de mint csúcsragadozó, ha nem változtatja meg a világhoz, az élő világhoz és egymáshoz való viszonyát, elpusztul. Egy György László nevű költő, akit nem nagyon ismernek, gyönyörűen megfogalmazta záró gondolataim előtt azt, ami ma és a múltban is a legnagyobb bajunk volt. Ennek a versnek a címe: fura szerzet az ember. Így hangzik. Értsétek meg végre már, törékeny az igazság, mint az üvegpohár. Ember, ember felett, ember dolgok felett, igaz szívvel ítéletet nem tehet. Emberségünk naponta megalázzuk, a történelmet csak magyarázzuk. A látókra, igazat akarókra, költőkre és egyéb írástudókra ezredévek óta már Kasszandra sorsa jár. Hiába feszítette keresztre magát a múlt, jelenünk ebből mit sem tanult.
értsétek meg végre már, törékeny az igazság, mint az üvegpohár. Fura szerzett az ember, csodákra termett, de parancsra sárba fekszik, megöregszik, s nem mer hinni a csodákban, fél a sötét szobában, Istenhez menekszik, hogy űzni el a sütétet, és nem is sejti, hogy Istenről már rég lekésett. Fura szerzett az ember, rombol és teremt, égig ér a vágyban, de saját magában, a legszebb csodában hinni nem mer, szánni való védtelen, miként a mesztelen csiga. Hagyja, hogy álmait hétköznapokká tapossák, szivárvány szemét szürkére mossák, s lenyesség szárnyait. Fura szerzett az ember. Teremthetne egy új világot, emberszépet, nagyszerűt, de meghal inkább, mert az egyszerűbb. Hogy mennyire így van, saját példámra hivatkozom. Az ötödik infarktusom a Puskin utcai rendelőmben ért. És nekem elegem volt ebből a világból. És kértem a jó Istent, hogy fogadjon magához. Pontosan tudtam, hogy egy-másfél óránál tovább a földi létben nem kell szenvednem. Tudtam, hogy melyik koszorú erem záródott el, hiszen 7 beavatkozás volt már nálam. Ahogy ott ültem és vártam a Teremtő Isten kegyelmét, hogy bebocsásson abba a másik világba, gondolkodtam, de hiszen tudom, hogy mit kéne tenni, ha nem teszem meg, akkor ez nem Isten szándéka. Ez öngyilkosság. Ha tudom, hogy mit kéne tenni, de nem teszem meg, akkor nem Isten döntött, hanem én döntöttem a halálom felől. Ezért nagyon szépen kérem az itt lévő néhány őszhajút, akiknek sok szenvedés volt osztályrésze, hogy ne adja fel. Én ekkor tudtam kimondani valamit, ami üzenet az őszhajúaknak, középkorúaknak és fiataloknak egyaránt. Ez így hangzik, Uram, ne úgy legyen, ahogy én akarom. Legyen meg a Te akaratod. Mindannyiunkat a Teremtő Isten egyéni képességekkel soha nem volt, soha nem lesz testtel, test, lélek, szellem hármasságába küldött ide bennünket a földre. Nincs kiválasztott nemzet, se a zsidó, se a magyar nem kiválasztott. De Isten dönt afelől, hogy ki hova kerül. Önöknek, nekem, mindannyiunknak hálásnak kell lenni az Úristenhez, hogy a világ legszebb, legegészségesebb tájegységére küldött, és van egy olyan kincsünk, ami bárhol a világon, bármilyen környezetben kiemeli a környezetből. Ez a magyar nyelv. A magyar nyelv olyan szerkezetű, hogy az analógiás és a digitális gondolkodásra egyaránt alkalmas. Analógiás gondolkodás nem véletlenül. Most legalább fél óráig sorolhatnám azokat a magyar embereket, akik a világnak nagyszerű felfedezéseket adtak, büszkék lehetnek rá. De nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy amit kaptunk, azt tovább kell adni. Tanulni kell. Tanulni kell, én, aki higgyék el, hogy a világon kevesen vannak annyian,
akik annyit tudnak a szív és keringésről, mint én. Megkeresett a NASA, mert én 50 éve azt kutatom, a szív titkait kutatván, hogy hogyan működik az emberi szív és a keringés. 400 éve ostobaságot tanítanak, körülbelül olyan szintű az ostobaság, mint ahogy a középkorban mágiára küldték azokat, akik azt vallották, hogy a Föld a nap körül kering, de azért a Föld a nap körül keringett. Ugyan ilyen szintű tévedés, ostobaság, bűn, amit tanítanak az egyetemeken. Én, aki, ahogy mondtam, sok ezer ember szívet tartottam a kezemben, és majd ezer állatot föláldoztam arra, hogy a titkot megfejtsem. Majmot, disznót, kutyát, macskát, patkányt, egeret operálva. Rájöttem valamire, ami másodéves orvosta hallgató koromban az életem tanulásánál szakadt rám, a szív úgy nem működhet, ahogy le van írva. A NASA 2030-ra tervezi, 30 körül a Marsra szállást. Azt már kevesen tudják, hogy a szatellitákba fölküldött űrhajósok maximum egy évig bírják, le kell hozni őket, mert a szívük fölmondja a szolgálatot. Azért, mert úgy trenírozzák az űrhajósokat odafönt, ahogy tanulták az egyetemeken. A NASA keresett meg, mert 13 évvel ezelőtt angol nyelven a kezükbe került az a cikkem, amiben leírtam, hogy miért nem működhet ugye a szív, és megkerestek, hogy rendben van, hogy nem így működik, de hogy működik, és ezt a mindenki számára egyszerű elemi logikával bejárható tudományos közlést egy évvel ezelőtt letettem az asztalra. De azt is, ami a hazugságok, hogy a történelmünket úgy a múltunkat próbálják lehazudni, mert akinek elveszik a történelmét, annak elveszik a jövőjét is. Nagyon jól tudták ezt. A Habsburgok nem véletlenül hoztak cseheket, akik magyarul egy szót nem tudtak, akik megalakították a finn-ugorisztikai tanszéket. Finnországban 30 éve eszébe nem jut senkinek, hogy a magyarok és a finnek nyelvi testvéri rokonságát hirdessék. Mert van kapcsolat, csak én úgy tudom, hogy soha nem származott unokától nagymama vagy nagypapa. Tehát igen, van unokai kapcsolat, mert mindenhol, ahol elmennek a világba, magyar földrajzi nevekkel találkoznak, magyar folyónevekkel, hegységnevekkel, a Bibliába, több mint 500, az Ótestamentumban 500 magyar szó van. Amit én ma önöknek nagyon-nagyon nagy kéréssel elmondok, az az, hogy emeljék föl a fejüket. Legyenek büszkék arra, és hálálják meg a jó Istennek, hogy magyarnak születtek ide, a Szent Földre, Kárpát-medencébe. Hogy magyar az anyanyelvük, hogy ilyen történelmi hősök, ilyen nagyszerű tudósok és irodalmi nagyságok itt vannak, csak föl kell nyúlni a polcra, hogy elolvassák Petőfit, Aranyt, Vörös Martit, József Attilát, Ady Endrét. És az órára ránézve, ugye Ady Endre szavaival fejezem be. Emlékeznek? Őrzők,
vigyázzatok a strázsán, mert az élet él és élni akar. Ezért különös szeretettel tekintek jelen lépő képviselő úrra, de még inkább az ő feleségére, mert 4 gyermeknek a szülei. Mi, ahogy annak idején 1830-as években egy nagy magyar ember mondta, amikor kezdték betelepíteni mezőségre a románokat, hogy Erdély azé lesz, aki teleszüli. Hát a románok teleszülték. Nem haragudni kell rájuk, hanem mintául venni. Szülni kell, a magyar asszonyoknak gyermeket kell adni a hazának, nem azért, hogy meghaljanak, mint az elmúlt 100 évben több millió embert áldoztunk, mert elég volt az ember áldozatból. Ahogy mondtam, munka áldozatra van szükség. Az itt ülő fiatalokat kérem, hogy a történelmet, az igaz történelmet lapozgassák, a hazugságokkal megpróbálják tönkretenni, tapasztalhatják nem csak múltunkat, hanem a jelenünket is. Önök kaptak a jó Istentől gondolkodó agyat, tessék végig gondolni, amit hallanak, amit olvasnak, mert az igazság nem relatív. Ugye Krisztus, amikor meghallgat, megkérdezték, hát Uram, annyi igazság van, hát hogy lehet azt eldönteni, hogy mi a jó és az igaz? Mit válaszolt erre Krisztus? Azt akarjátok, azt tegyétek embertársaitoknak, amit magatoknak legjobban kívánnátok. Ez a mérce. Én kívánom, így éltem alkonyán, hogy önök, a jelenlévő fiatalok megéljék azt, amikor a magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Ne engedjék, hogy 56-ot, 48-at, a szabadságharcainkat meggyalázzák. Ez önökön múlik. Kérem a jó Istent, hogy adja hozzá erőt és energiát, hogy beteljesítsék feladatukat. Az időseket, a nagyapákat kérem arra, mondják el unokáiknak. Mondják el, hogy mit tapasztaltak. Aki Svédországba kellett, hogy kimenjen, mert itt halál vagy súlyos börtönbüntetés várt volna rá. Hányan hagyták el ezt a hazát? Hány ember kellett megölni ahhoz, hogy ők a hatalmukat bebetonozzák? De nincs olyan hatalom, amely meg nem bukik, mert a magyarok szabadságvágyát soha nem tudják kioltani. Mert Magyarország volt, Magyarország van és lesz mindörökké. Ámen. Ne tapsoljanak meg, nagyon kérem. Ha lehet kérésem, akkor a kérésem a következő. Egy percig legyünk néma csendre, gondoljunk 48, 18, 19, 42, 45, Rákosi rendszer, 56, és a mai nap így a hazáért áldozatot hozó emberekre. Néma csendbe gondoljuk végig, és magunkba mondjunk köszönetet, hogy itt lehetünk egy gyönyörű országba. Tehát egy perc néma csend, szemünk lecsukódik, fogom jelezni, amikor az egy perc lejár. Néma csenddel adózzunk a hőseknek.
Köszönöm a csendet, köszönöm a Teremtőnek, hogy itt lehettem. Köszönöm professzor úrnak a meghívást, képviselő úrnak a lehetőséget, hogy önök előtt néhány gondolatomat elmondhattam. Még egyszer, véletlenül se tapsoljanak. Közben megjött fiam a könyvekkel. Ha ezek nem olcsó könyvek, de a két legutóbb írott könyvem egy karton cigaretta ára. És ahogy betegeimnek szoktam volt mondani, azzal a gyógyszer elhagyással, amit javasolok, két hónap alatt megvan a vizitdíj is, mert mérgeznek bennünket étellel, itallal, gyógyszerrel, hírekkel, szóval, színnel, mindenképpen ne hagyják, hogy mérgezzék a testüket. Még egyszer, ha valaki vesz könyvet, csak annyit írok be, hogy szeretettel és aláírom, nem többet. Isten áldja önöket, Isten óvja önöket, adjon professzor úrnak még hosszú tevékeny életet az úr, képviselő úrnak pedig adjon lehetőséget arra, hogy gyermekeit tisztességes társadalomban nevelhesse föl. Adja a jó Isten. Köszönöm, hogy meghallgattak. Mondom, taps nincs. Milyen tisztelt professzor úr, drága magyar barátaim! Történészként és elszakított területről származó magyar emberként mondom a szavaimat. Megdöbbentő élmény volt hallgatni a professzor úr szavait. Gyönyörű gondolatok, nagyszerű következtetések, és valóban szívhez szóló tanácsok és elindítások egy olyan úton, amelyen többen is haladunk már, de még vannak mindig nemzettársaink, a magyar családtagjai, akiknek meg kell fognunk a kezét és vezetni azon az ösvényen, amelyet az Úristen is hasznosnak, jónak tart a mi számunkra, a nemzetünk számára. Kedves barátaim, az a parancs, az a szándék, amelyik a pozsonyi csata előtt elhangzott, még érvényben van. Erre fenekedik Európa, és a látható politikusok mögött meghúzódó, talán láthatatlan, vagy itt-ott láthatóvá váló világ, pénzvilág, ideológiai fertő, amelyik Európát már ellepte, és most éppen most Közép-Európát próbálja valahogyan átfedni a gennyes, undok, bűzös áradatával. Valóban mi magyarok talán a túlélés bajnokai vagyunk, világbajnokai. Van bennünk valami hecskeség, az tény és való, de van bennünk valami örök, állandó búsongás is. Az egyik felvidéki költőnknek, költőnk versének néhány sora jut eszembe, Sajó Sándorra gondolok, aki még 1914 előtt, ha jól emlékszem, 1909-ben írja meg ezt a versét. A címe egyszerűen csak a következő: magyarnak lenni. És három pont. Csak az első 4-5 sorát mondom el. Magyarnak lenni, tudod, mit jelent? Magasba vágyva, tengeri egyre lent, mosolygva, mint a méla őszi táj, s nem panaszolni senkinek, mi fáj. Mert egyre gyászlik bennünk valami, sokszázados bú, melyet nem lehet sem eltitkolni, sem bevallani. No, nem akarom tovább folytatni, de most hirtelen így menet közben eszembe jut a Végvári néven publikáló, szintén felvidékről származó, Dobsináról származó, de már Kolozsváron született másik költőknek, Reményiknek, az egyik versének szintén néhány sora, amelyiknek a következő, az első sora, vagyis a címe is: mi nem feledhetünk.
Ez már Trianon után íródik. Ha megengedik, első sorait mondom el csak. Csitítsd a tengert, ha hatalmas árja, tajtékzó habjait a szirtbe válja. Tigris dühének nyújts enyelgve mézet, a számumot, mint gyermeket beszézzed. Tedd meg, ha játszik kedved úgy kívánja. Csak a magyar szív lázadó keservét, kinyált fájdalmát, bús keresztje terhét, ne merd, ne próbál csillapítani, mert szentek ők, mint a Krisztus kínjai. Na aztán végigvezeti, hogy mi az oka ennek a mi szenvedésünknek, és azzal fejezi be, hogy feltámadás-e büszke dac nekünk, mi soha, soha nem feledhetünk. Tehát, ha nem feledünk, ez nem csak valamilyen exkluzív, elegáns kiállás, hanem pontosan azért nem szabad felednünk, hogy a megszerzett tapasztalatot hasznosítani tudjuk a jelenben, a jövő érdekében. Erre van a történész szakma, ez a küldetése a történésznek, föltárni a múltat, megfogalmazni, közkinssé tenni. A társadalom, és főleg a politikusok pedig használják ezt a muníciót a nemzet érdekében legjobb belátásuk és képességük szerint. A professzor úr, amit látjuk, nem csak a test orvosa, hanem a lelkünk, a nagy esszel mondott szívünk orvosa. Mert most Krúdi Gyulával, hadd mondjam el én is, hogy mikor megkérdezik tőle Trianon után, hogy Szindvád, hol a régi haza? Mit válaszol? A szívünkben. Valóban ott kell, hogy legyen a hazánk, az elvesztett hazánk a szívünkben. A professzor úr a sok szívműtéte alatt biztosan megtalálta ezt a régi hazát minden igaz magyar ember szívében. Köszönöm a professzor úrnak is, és köszönöm önöknek is a figyelmüket. Köszönöm szépen történész professzor úr záró gondolatait, szívsebész professzor úrnak pedig csak házigazdaként megköszönni tudom akkor, hogyha a tapstól tartózkodnunk kell, és tiszteletünket csak a szavakban tudjuk kifejezni nyilvánvalóan, azért az egyrészt rendkívül méltóság teljes és sokrétű beszédért, amelyet itt elmondott a Fekete István Szabad Egyetemen, másrészt valóban egész élete munkásságáért. Kívánok neki még azért továbbra is jó egészséget, és hogy ezt a bölcsességet még sokaknak tovább tudja adni. És természetesen lesz lehetőség itt vele még akár négy szem közt is szót váltani a dedikálások alatt, hiszen azt mindig kérjük előadóinktól, hogy szellemi termék, munkásságuk és termékeik, gyümölcseiket itt könyvformájában is hozzák el és dedikálják számunkra, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt is vállalta professzor úr. Ha már szó esett itt a indítóban, október 23-áról, hadd mondjam el, hogy október 23-án a Corvin közben ismét megemlékezést fogunk tartani. Az elmúlt évben talán 5 megemlékezés is volt a Corvin közben, most erőinket egyesítve, a Jobbikot meg szerencsére ott már nem kell lássuk. Az 1956-os Magyarok Világszövetségével közös megemlékezést tartunk, tehát a Pongrácz Gergely által alapított 1956-os Magyarok Világszövetségével közös megemlékezésünk október 23-án 14 órakor kezdődik a Corvin közben, számos korvinközi pesti srác közreműködésével, hagyományőrző ágyútűzzel, a 2006-os tankvezető Horváth György bajtársunk, cellatársam részvételével ő fogja az egyik díszlövést leadni ezen a szép napon. És természetesen itt a Szabad Egyetemen is folytatódnak az előadások. Novemberben épp történész professzor úr előadása, decemberben pedig Raffay Ernő tanár úr itt a Trianon emlékében, tehát így igyekszünk zárni ezt az évet. A következő előadáson pedig egy kiállítás megnyitóra is sor fog kerülni természetesen a Fekete István Szabad Egyetemen. Még egyszer köszönöm mindenkinek a részvételt, köszönöm azoknak is, akik itt eljöttek, és köszönöm azoknak a még több, még nagyobb számban érdeklődő szabad egyetemi követőinknek, akik az interneten követik a munkásságunkat. Reméljük, hogy néhány hónapon belül visszatérhetünk a régi kerékvágásba. Köszönöm szépen még egyszer professzor uraknak.